A mai eszemmel nézve azt lehetett volna mondani, hogy hát az ember kimegy, kibefejezi az egyetemet, tapasztalatokat szerez, és utána kellő időben hazajön, talán a hazájának is hasznosabb lehet. De akkor volt bennem egy ilyen nagy adag dac, hogy nem, ki akartam én menni tanulmányútra, vagy pár évet tölteni, de akkoriban a disszidálás még egy végleges elhatározást jelentett, tehát egy teljes az élet hátralévő részének az eldöntését jelentette gyakorlatilag, és ez akkor most még sokkal élesebben merült fel, mert ha kimegy valaki, akkor azt gondolja, visszajövök 5 év múlva, vagy visszajövök nyugdíjra, vagy meggondolhatom magamat. Tehát számtalan köztes megoldás van, akkor semmi ilyesmi nem volt, ez egy végleges döntésnek tűnt, és ezt a döntést én nem vállaltam. Itthon akartam maradni, azon kívül gyerekkoromtól kezdve belénk neveltek egy hivatástudatot, hazaszeretetet, kötelességtudatot. Tehát ezek mind olyan fogalmak, amelyek ma már kicsit furcsán csengenek, vagy ismeretlenek, de mi ebben nőttünk föl, hogy helyt kell állni, állni kell a dolgokat, az igazi kemény ember, aki állja az ütéseket. Mindez hozzájárult akkor ahhoz, hogy így döntöttem. Továbbá azért nem láttam előre azt, hogy engem halálra fognak ítélni, vagy akár súlyosan el fognak ítélni. Tehát azt gondoltam, hogy keresnek, legfeljebb becsuknának, de hiszen 1-2 év után itt úgyis megváltozik a helyzet, és ez semmiképp sem olyan nagy fenyegetés, olyan veszély, meg hiszen hát több százezren voltunk, vagy több milliónyian voltunk, mindenkit nem lehet felelősségre vonni. Ez volt a mentalitásom akkor, és úgyhogy amikor halálra voltunk ítélve, akkor ezt elemeztük, és hát akkor persze azt gondoltuk, hogy hát okos, ha ezt előre látjuk, akkor el kellett volna menni. A másik dolog, hogy az ember egy hosszú életutat néz végig, akkor minden attól függ az értékelésnél, hogy milyen értékrendet állít fel, milyen értékeket rendel fogalmakhoz, tényekhez, élményanyagokhoz. És ha az ember komplexen nézi, tehát az, hogy a személyisége hogyan fejlődött, milyen élményekre, milyen barátokra tett szert, akkor a mérlegkészítés esetleg más eredményt hoz, mint hogy a tisztán primér szinten nézi az ember. Hiszen múltkor beszéltünk arról, hogy ha kimentem volna, akkor a szakmámban biztos, hogy karriert csináltam volna, mert hiszen itt is az egy mini karriert végigfutottam, elnyomottan is, meg számtalan ellengőzzel szemben. De kérdés, hogy milyen értéket rendünk. Lehet, hogy lelki válságban lennék, lehet, hogy nem lennék megelégedett, vagy ha megelégedett lennék, akkor egy amerikai megelégedett ember lennék. Akármilyen karriert csinál külföldön az ember, csak idegen marad, és csak itthon van otthon. Tehát ez, lehet, hogy ezzel vigasztaljuk magunkat. Lehet, hogy más mérlegelése szerint ez a mérleg nem ilyen tiszta, mint ahogy én látom. De én a mai napig úgy érzem, hogy valahol gazdagabb vagyok azáltal, hogy itt maradtam.